hogy elakadtak-e vagy jól haladnak a tárgyalások, hát egyebek mellett itt tudjuk folytatni Galló Istvánéval, a pedagógus szakszervezet elnökével, mert ő Rétvári Bence azt mondta, hogy nagyon jó irányba haladnak, és maradt a 25-ből 4 pont. Már csak annyi, de hát ez ugye a pedagógusok bérköveteléseiről szól, lámcsak, és mindig az volt a szöveg, hogy nem a bérekről beszélnek, és nem több jövedelmet szeretnének. Hát hogy tartanak ezek a tárgyalások? A tegnapi napon is csak kizárólag arról a sztrájk bizottság által követelt 4 pontról tárgyaltunk, ami miatt ugye holnap országos sztrájkot hirdettünk, és azért itt pontosítani szeretnék, bár nyilvánosságra hozta Palkovics László államtitkár, tegnap nyilatkozott erről a tárgyalásról, hogy az oktató-nevelő munkát segítők esetében ebben a 2016-os évben egy 70 ezer forintos béren felüli juttatást adnának 2 részletben. És talán ennek még örülni is lehetne, csak ők kizárólag a Klebersberg intézmény fenntartó központban dolgozókra vonatkoztatják ezt a pénzt. Tehát az iskolában dolgozókra megint nem? De ők, akik az iskolában dolgoznak. Az intézmény fenntartóban dolgozók, tehát hanem nem. Azáltal pontosítsuk, hogy mi a bajunk, meg miért nem fogadható el ez. A Klikben is ugye dolgoznak iskolatitkárok, pedagógiai asszisztensek a szakoktatás területén, szakoktatók, na most ők csak és kizárólag az EMI-hez tartozó Klik fenntartásában működő oktató-nevelő munkát segítőknek adnának 70 ezer forintot 2 részletben. De a centrumokban dolgozó szakoktatónak például nem járna ez a 70 ezer forint, és ami további probléma, hogy az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a dadusok, az óvodatitkárok és az óvodában dolgozó nevelőmunkát segítők nem részesülnének ebből. Tavaly, amikor 50 ezer forintot kaptak a kollégák, a Klikben és a centrumokban dolgozó oktató-nevelőmunkát segítők egy ilyen egyszeri bérkiegészítést, az önkormányzatoknál lévő óvodákban nem kaptak a kollégák. Na most ez elfogadhatatlan számunkra. Palkovics államtitkárnak elmondtam, hogy ő a kormány nevében tárgyal, ő nem az EMI nevében tárgyal, a megbízatása a kormánytól van, tehát neki nem csak az EMI-re kell gondolni, hanem a belügyminisztériumhoz tartozó önkormányzati intézmény fenntartókra is, tehát harcolja meg az önkormányzat. Szerintem nagyon logikus, hát ezt próbáltam feszegetni államtitkár úrnál is ezt a kérdést oly módon, nem hogy sikerült. Fizetés emelést kellene adni. Tehát nem egyszeri vagy 2 részletben megadott jövedelem kiegészítést, mert már bocsánat a kifejezés, hogy legyen az bármi, de olyan alamizsna-szerű. Tehát most annyira követelitek, tessék, itt van egy kis pénz, de a következő hónapban ugyanannyi a fizetésed. Jó. Akkor mi az oka annak, hogy és hangsúlyozom, ezt csak a 2016-os évre kérjük. A 2016-os évre szóló költségvetést elfogadták, nagyrészt el is költötték. A 2016-os évben a közalkalmazotti bértáblát nem kívánták emelni. Ezek a kollégák közalkalmazotti bértábla hatája alatt vannak. Ráadásul, ha megemelnék a közalkalmazotti bértáblát, ez nem csak az oktatás területére, hanem a közszféra minden közalkalmazottára vonatkoznak. Ami hát őszintén szóval nem lenne ördögtől való. Hát hogy mert hát elképesztő összegekről beszélgetünk. Több mint 200 ezer olyan kollega van, aki közalkalmazotti bértábla hatája alá tartozik, és minimál bért vagy garantált bérminimumot kap. Tehát ez egy tényleg egy tűzoltás, ideiglenes, de 2017-től ott már egy 10%-os béremelést kérünk, plusz még egy 3%-ot differenciálásra. Erre van ígéret? Hát a 10%-ban megegyeznek tűnik a dolog, de azt mondja, hogy 7% fix és 3% legyen differenciálásra. Tehát akkor most ott tartunk, hogy ezen dolgozók 2017-ben mondhatni, hogy megállapodás szerint már 7%-ot biztosan kapnak, nem, pedig az, amit önök mi ki tudnak vívni. Vagy hogyha az alá lesz írva, akkor fognak kapni, és azt gondolom, Gondolja, hogy kapnak egy ígéretet az asztalnál, és utána visszavonják? Nem, azért azt nem hiszem, hogy megtennék, de ha ez rögzítve van, és ezt erre a kormány is rábólint, és a 2017-es költségvetésben is megjelenik. Holnap sztrájk, lesz sztrájk? Lesz. Országos? Országos sztrájk lesz, és egész napos sztrájk lesz. Hány ember részvételére számítanak? Mindenki ugye a számokat kérdezi, egészen hát pontosan számokat nem tudok mondani, és most, amit el fogok mondani, az úgy tűnik, hogy már az ember előre magyarázkodik, hogy milyen lesz a sztrájkban való részvétel, hiszen itt az előbb államtitkár úr említette, hogy a múlt pénteki akcióban is milyen kevesen vettek részt. Ugye már önmagában ezzel a még elégséges szolgáltatásról szóló megállapodásról kell beszélni, mert ez egy nagyon kemény diktátum volt a kormány részéről, a világ olyan sztrájkot nem látott,
hogy legalábbis a Lajtán túl, hogy mondjuk egy intézményben ugyanúgy a szolgáltatásokat továbbra is biztosítani kell, magyarul bemehet a gyerek, és ott el kell látni. Na most nyilvánvalóan a pedagógusnak van felelőssége a gyerekek iránt, de azért az nem sztrájk. Hogy ugyanúgy benn vannak a gyerekek, és a pedagógus ugyanúgy foglalkozik a gyerekkel, jó, nem tartja meg a tanítási óráját. Ők ebből nem voltak hajlandók engedni, még akkor sem, a 2013-ban a törvényszék már hozott egy ilyen döntést, hogy tankerületenként egy, vagy szükség szerint több intézményt kell fogadóiskolának kijelölni. Akkor, hogyha önök tartják magukat ez a törvényszék akkor jelentéshez. Akkor az történik, hogy mi ezt bíróságon megtámadjuk, és akkor április 20-án nem lehetett volna sztrájkot tartani, akkor viszont belecsúsztunk volna már az érettségibe, és azt gondolom, hogy azért, ha a gyerekek érdekét nézzük, és csak azt nézzük, azért a gyerekeknek az érettségi az egy olyan nagy kihívás, hogy azt azért nem szabad egy ilyen megzavarni. Elég érdekérvényesítő ereje a sztrájknak. Illetve akkor most kérdezem másképp, a szervezet, a szakszervezeti tag és sztrájkolni akaró dolgozók közül hányan sztrájkolhatnak valóban? Hát végül is ez szervezés kérdése. Ott, ahol a szülők támogatják a sztrájkot, ott egyszerűen nem viszik be a gyerekeket, és akkor ténylegesen megvalósul a sztrájk. De a probléma nem ez. A probléma az, hogy miután mi, és szerintem csalódtak, hogy mi nem fordultunk a bírósághoz, és így mégiscsak 20-án sztrájk lesz, elképesztő módszerekkel és eszközökkel próbálják ezt megakadályozni és megfélemlíteni a kollégákkal. Hát például a Klebersberg Intézmény fenntartó központi járási tankerületi vezetői fenyegetik a tanárokat, az intézményvezetőket, hogy a na saját fészek aljádon tartsál rendet, mert pályázol, de téged nem fognak a pályázatban nyertesnek nyilvánítani. Vagy nem engedik például kiküldeni a szülőknek a tájékoztató levelet arról, hogy sztrájk lesz. Vagy a polgármesterek, akiknek egyébként az iskolában dolgozó pedagógusokhoz az égvilágon semmi köze. Veszik a bátorságot, tantestületi értekezletet hívnak össze, és hát ordítanak a pedagógusokkal, hogy részt ne merjen venni a sztrájkban, mert ha részt vesz és a településen sztrájkolnak, akkor a település pályázatoktól fog elesni, és ez a pedagógus felelőssége lesz. A kormány azt kommunikálja, ez az elemi érdeke, hogy a legjobb úton járnak a tárgyalások, mert igazából alig van néhány kérdés. Mi a tétje a holnapi sztrájknak szerint? Két vonal is van. Az egyik az, hogy igenis ezek a tárgyalások eredménnyel záruljanak. Ez a szakszervezetnek, meg a kormánynak is érdeke, és az igazsághoz hozzátartozik, hogy január óta tényleg komoly előrelépések és elmozdulások voltak. Tehát azok az akciók, amik januártól mostanáig tartottak, azok erősítették ezt. Tényleg komolyan veszi a kormány azt, hogy bizony itt komoly változtatásokat kell tenni, de szerintem azért elég szűk mesdjén mozog Palkovics államtitkár is ebben a kérdésben. A másik, ez egy üzenet a társadalom felé, hogy az oktatás az egy nagyon komoly ügy, és ebben eredmény, és igazán a gyerekek számára kedvező eredmény csak társadalmi támogatással lesz. Mi megpróbáljuk holnap, mert a pedagógus a gyerekekért érzett felelőssége miatt megpróbálja megtenni, de ebben támogasson a társadalom is minket. Országos és egésznapos pedagógus sztrájk holnap. Karló Istváné, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.